Olvastam egy cigis dobozon, hogy a dohányzás impotenciát okozhat. Amúgy ez fordítva is igaz, mert az impotencia dohányzást okozhat, mert nem megy a szex, mit csinálok, rágyújtok. Most nézzük meg, hogy milyen lenne egy dohányzás leszokási tréning, úgyhogy én leszek a tréner. Ez itt a Cigipia Drogstop, ahol pusztán a rábeszélés erejével le foglak szoktatni egy függőségedről, te döntöd el melyikről. Jó. Dohányzol? Nem. Iszol? Akkor inkább dohányzom. Mivel kezdjük a dohányzás leszokási tréninget? Cigi szünettel. Gondolkodással. Arra gondoltam, nem gyújtunk rá? Pozitív gondolkodással. De rágyújtunk. Ismered azt a dohányzás leszokási érvet, hogy ha valaki egy életen át félreteszi a cigipénzt, azon a pénzen vehetne... Sört. Nem, egy Ferrarit. Ferrariban sörözni? Na. Levezetem, mennyit spórolnál, mióta dohányzol? Egy éve napi fél doboz. Tehát az 980x360, 178.850. És mennyi egy Ferrari? Nem olyan sok. Hát de úgy még? 68 millió. Szóval, hogyha mostantól nem dohányzom, akkor úgy 380 év múlva vehetnék egy Ferrarit. Tűjének is megéri. És abból, amit eddig spóroltam volna, abból mit vehetnék a Ferraritól? Gumipókot. Mi lenne, ha még jobban rászoknék a dohányzásra, és naponta két csomaggal nem szívok el? Akkor 95 éven belül tied lehetne az autó. Most vagyok 33. És nem szeretné 128 évesen a vadonatúj Ferraritba furikázni? Na, majd tapadnak rám a csajok. Igen, te a kormánynál melletted egy dögös szőke. Csomagtartó van a lélegeztetőgép. De vigyázz, mert tudod, hogy a dohányzás akár 10 évvel is öregíti a bőrt. Ó, az nagyon durva. 128 évesen az új Ferrarimban úgy fogok kinézni, de 138 éves. És hogy a passzív dohányzás nagyon káros. Akkor aktívan dohányzom. Végezzünk akkor inkább egy mentális gyakorlatot. Képzeld el, hogy egy nővel vagy, jó? Oké, megvan. Elkezdtek vetkőzni. Hát az furcsa lesz. Mert? Úgy képzeltem, egy színházban vagyunk. Nem, nem, csak ketten vagytok. Csak ketten vagyunk? Csak ketten. Jó szardarab lehet. Nem, nem, ágyban vagytok. Csak színészek? Nincsenek színészek. Olyan szardarab egy színész se vállalta? Elkezdesz vetkőzni. Nem megy. Mert? Nézd a jegyszedő néni. Elkezdtek szeretkezni. A jegyszedő nénivel? És mivel dohányzol, a hímivar sejtjeid sokkal lassabban érnek oda a petesejt, ezt tudod, mit jelent ez? Tovább tart a szex. Nem, nem. Azt jelenti, hogy a terhesség alatti dohányzás azért mi, nagyon... Nekem kell megszülni, vagy mi? Használjuk a képzelőerőnket. Jó, megszülöm, ha arról van szó. És a dohányzástól a testnedveid... Szoptatni nem fogom a testnedveid. És károsítja a fogat? A szoptatás. Hülye. A brit tudósok kimutatták, hogy akár egyetlen egy rágyújtástól is elveszítheted a fogaidat. Persze, a szájba vernek egy pipával. És sokaknak csak ez a mozdulat hiányzik a cigivel, tehát egyszerű helyettesítheted a cigit egy sárgarépával. Hát cigiszt te sárgarépával, jó? Próbáltam, de szarul ég. Figyelj, milyen leszoktató módszerek vannak? Több van ilyen. Elenkár módszer, Montpellier módszer. Magyar nincs? Van, Toldi módszer. Na, az milyen? Rágyújtasz agyoncsaplak emalomkővel. És működik? Hát többet nem gyújtasz rá. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.